Sziasztok! Most egy olyan dolognak leszek személyes fültanúi, ami szerintem nem mindennapi dolog, nem minden nap történik az ember életében ilyen. Élő adásban, élő egyenes adásban fogom megkérni a szerelmem kezét. Úgyhogy most felhívjuk telefonon. Nézzük, mit reagál rá. Csörgetem mindjárt, csak hát közben ugye megy a játék. Izgalmas. Reméljük, hogy felveszi a telefont. Kicseng. Éli adásban fogom megkérni a kezét. Igen. Szia, drágám, én vagyok az a szerelmed. Szia, szépen, milyen számra hív? Szia, hát a stúdióból hívlak, úgyhogy ne lepődj meg, nincsen semmi probléma, csak mondani szeretnék neked igen. Pár dolgot. Élő adásban vagyunk, és hát azt szeretném neked mondani, hogy mennyire szeretlek, nem akarom ecsetelni, hogy miért, nem akarom a Gong FM hallgatóit húzni, és tudom, hogy dolgozol, úgyhogy a te idődet sem, meg a vendégeid idejét sem szeretném rabolni, csak azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon szeretlek, és szeretnék tőled kérdezni valamit. Szép bajt hozod rám, szívem, én is szeretlek. Miben segíthetek élő adásban? Hozzám jössz feleségül? És ez komoly. Ez egészen komoly. Ez... Soha nem voltam ilyen biztos a dolgomban. Úristen, hát persze, hogy igen. Hát nem is kérdés. Úristen. Igent mondott. Hát akkor nagyon remélem, hogy nagyon jó férjed leszek, és nagyon-nagyon szeretlek, és akkor este majd megbeszéljük egy kocintás mellett. Tényleg ne húzzuk a Gong FM hallgatóit. Most mindenki élő adásban hallotta az összes hallgatóm, az én drága hallgatóim, a kedvenceim, és boldoggá foglak tenni, ennyit ígérhetek. Nagyon szeretlek. Úristen, hát nagyon köszönöm mindenkinek, köszönöm, aki meghallgatott minket. Még nem fogtam föl, de köszönöm. Kuszi, de... Szia, kicsim! Puszi, és megálltottam közbe. Igen, mondott. Én vagyok a legboldogabb műsorvezető a világon. Sziasztok!